1947. február 25-én tartóztatták le a szovjet megszálló hatóságok Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát, akit országgyűlési képviselő lévén mentelmi jog védett. Az akció a totális egypárti diktatúra kiépítésének első lépése volt, és egyben Kovács Béla önkényes fogvatartása a demokratikus jogok lábbal tiprásának jelképévé vált. A kommunizmus áldozataira emlékezett meg vasárnap a füzesabonyi Fidesz és KDNP alapszervezete a Pacsirta úti emlékműnél, ahol Molnár Richárd, a Fidesz helyi elnöke tartott beszédet. Mai emléknapon kegyelettel emlékezünk mindazokra, akik áldozatul estek a kommunista diktatúrának, azokra az emberekre, akiket megfosztottak életüktől, akiket bebörtönöztek, táborokba hurcoltak vagy internáltak, de azokra is, akiknek a hatalom tönkretette az egészségét, egzisztenciáját, akiket öngyilkosságba kergettek. 71 évvel ezelőtt, ezen a napon, 1947. február 25-én Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát a szovjet hatóságok jogellenesen koholt vádak alapján letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol éveket töltött el börtönben és munkatáborban. Akkor még csak kevesen sejthették, mi is következik majd. Hazánk 1919 után újra megtapasztalhatta a kommunizmus, és átélhette, milyen kegyetlen is tud lenni. Az 1947-1989 közötti időszakot a kommunista diktatúra és a szocialista ideológia tartotta uralma alatt. Legkevesebb 130 ezer ember deportáltak szovjet kényszermunkatáborokba, akiket pedig nem tudtak még a manipulált eljárásokkal sem elítélni, őket egyszerűen leinternálták valamely magyarországi gyűjtőtáborba. Ezek közül a legismertebb és a legembertelenebb a Recskó tábor volt. 25 ezer embert tartottak kegyetlen körülmények között, éheztetve, rendszeresen bántalmazva és szöges drótok közé zárva. A népbíróságok 27 ezer vádlottat ítéltek el, ebből 477 halálos ítélet volt, amiből 189-et végre is hajtottak. A Kádár rendszer valamelyes enyhülést hozott, mégis ugyanolyan keményen reagáltak minden egyes a rendszer veszélyeztető megnyilvánulásra. A hatalom félelme megmutatkozott 1969-ben is, amikor több fiatalt azért ítéltek el, mert a Lánc-Lánc, Eszter-Lánc kezdetű mondókát kezdték el énekelni, amit fasiszta felvonulásnak bélyegeztek meg. A kommunista diktatúra mártírjairól beszélni, sőt még csak a nevüket megemlíteni is tilos volt 1989-ig. A tettesekről viszont órákat zengett a propaganda gépezete, hogy milyen nagyszerű és bölcs emberek is valójában. Tisztelt emlékezők! Az, hogy a mai életünket a szabadság, függetlenség és a demokrácia jellemzi, nem csak a rendszerváltó emberek és politikusok érdeme. A kommunizmus több mint 40 év alatt számos névtelen hőst tett azokért a nemes célokért, amelyeket napjainkban természetesnek tekintünk. Mai életünk elképzelhetetlen a szabad véleménynyilvánítás, választás és gondolkodás nélkül. Természetes, hogy vallásunkat szabadon gyakorolhatjuk, gyerekeink szabadon választhatnak iskolát, bárki tanulhat, senki nem akadályoz ebben származása. Szabadon mozoghatunk a világ összes országában, tanulhatunk bármilyen idegen nyelvet. Végezetül pedig azt szeretném kívánni fiainknak, lányainknak és unokáinknak, hogy egész életüket úgy éljék le, hogy csak tankönyvekből és filmekből ismerjék, de sose felejtsék ezt a 20. századi kegyetlen történetet, melyet kommunizmusnak hívnak. Ahogyan egy 56-os túlélő mondja, meg kell bocsájtani, de nem lehet elfelejteni az 50-es évek diktatúrájának kegyetlenségét. A mai napi megemlékezésünk és koszorúzásunk legyen a megbocsájtás és emlékezés jelképe. Isten nyugtassa a szabadság és az emberi méltóság mártírjait. Köszönöm, hogy meghallgattad. Az esemény végén elhelyezték a megemlékezés koszorúit.